Az Avason a Gesztenyés utcában folytatódott ma az átfogó ellenőrzés sorozat. Az összehangolt akcióban ezúttal is a Mi Víz, a Mi Hű, az Émász és a közterület felügyelet mellett a polgármesteri hivatal szociális osztálya és a tűzoltóság is részt vett. A Gesztenyés utca 1-től 11-ig terjedő bérházakat nézzük meg. Ismét a szokásos eligazítással indult az akció. A Gesztenyés utca néhány lakásában már korábban is jártak a közterület felügyelők, ezúttal azonban mindenhová becsengettek. Pár hónapon belül egy család háromszor is elköltözik, meg visszajön, és nem tudjuk végül is soha, hogy konkrétan ki lakik itt. Éppen emiatt ezen a helyszínen a lakcímbejelentési kötelezettséget kiemelten figyelték. Rendben van minden, úgyhogy továbbéljük. Szép napot is látásra. Az akció sorozat tavaly ősszel indult. A közterület felügyelet egy előre meghatározott ütemterv alapján szervezi meg az ellenőrzést, amelyben szinte minden szervezet, cég és hatóság részt vesz. 25 közterület felügyelő Émász, Mi Víz részéről és a szocosztály részéről 2-2 kollega van, 8 tűzoltó és 3 rendőr segíti a közterület felügyelői ellenőrzést. A tűzoltók, akik második alkalommal vettek részt az akcióban, ezúttal is az úgynevezett felvonulási területet ellenőrizték, vagyis hogy tűz esetén meg tudják-e közelíteni az épületeket, azokon belül pedig a lakásokat. Ezért nem lehet például bútorokat a lépcsőházban tárolni, ezt is nézték, ahogy a lakókörnyezet tisztaságát is ellenőrizték a hatóságok. Egy kicsit otthonossá tettük a lépcsőházat, kifestettük, függöny volt, dekoráció, virágok, na de hát néha megdizsmálják őket. A Mi Hő és a Mi Víz szakemberei most is célzottan a megadott címekre csengettek be, oda, ahol a tulajdonosok hónapok óta nem fizetik a számlákat. Akik mindaddig nem használhatják a meleg vizet és a hideg vizet is csak korlátozott mennyiségben, amíg nem rendezik tartozásukat. Ahol nem nyitottak ajtót, újból csengetnek majd a szolgáltatók szakemberei. Az Avason korábban is voltak már ellenőrzések, de a Bábonyi Bércen, a Király utcában, Diósgyőrben és Jukóvölgyben is volt hasonló akció. Az átfogó összehangolt ellenőrzés sorozat folytatódik, a helyszínekre pedig, ahogy ma is, többször visszatérnek majd a hatóságok.